Sziasztok! Sziasztok! Először is köszönjük a rengeteg kérdést, amit folyamatosan kapunk tőletek nap mint nap. Ugye előző videóinkból megismerhettük Tamarának a hétköznapjait, megismerhettük Anna történetét egy brutális átalakulás alapján, illetve legutóbb meg láthattuk, hogy Robi hogyan tudta megváltoztatni a hétköznapjait és beépíteni azokat a pici apró dolgokat, amitől már sokkal jobban érzi magát. Illetve rengeteg kérdést kapunk tőletek, hogy éjjel miért ragasztjuk le a szánkat. Azt hiszitek, hogy megőrültünk? Nem. Tamara most el fogja sorolni, hogy milyen pozitív hozadékai vannak az éjszakai szájleragasztással. Első körben, ha le van ragasztva a szád, nem fogsz tudni horkolni. Mint ugye szokott jönni a következő kérdés, de hát nem horkolok, akkor miért ragasztanám a számat? Többek között, hogyha allergiás vagy, akkor is nagyon hasznos, hiszen az orrod szűrő és párásító berendezésként működik. Ha a szádon át veszed a levegőt, akkor ez az első védelmi vonalad megszűnik, több pollen és allergén jut be a szádba. Továbbá nagyon fontos a nitrogénmonoxid termelődése, ami az orrodban és az orrod melléküregeiben termelődik. A nitrogénmonoxidnak az egyik fő funkciója az értágítás. A nitrogénmonoxid egyik fő funkciója az értágítás, ezért belekerülhetsz egy ilyen ördögi körbe. Hiszen ha a szádon átveszed a levegőt, nem termelődik elég nitrogénmonoxid az orrodba, tehát nem lesz elég... Nem látja el az értágító funkcióját, ezért bedugul az orrod. Azonban, hogyha elkezdesz orrodon át lélegezni egész nap, akkor elkezd elegendő nitrogénmonoxid termelődni, eléri azt a koncentrációt, hogy rendesen kapj levegőt. Azen túl az orrodon át kizárólag megfelelő mennyiségű levegőt tudsz belélegezni, viszont a számon keresztül ugye sokkal több levegőhöz jutok, mint arra szükségem lenne, tehát megszüntethető legalább éjszakára így a túllégzés. Ezen kívül az egészséges fogak megőrzésében is nagyon fontos, hiszen ha a számon átveszem a levegőt, akkor ki fog száradni a szám, és felborul az optimális pH benne, így egy optimális környezetet teremtve a kórokozóknak, ami ugye szuvas fogakhoz fog vezetni. A száj leragasztáshoz egy ilyen hipoallergén papír alapú tépát használunk, számos típusra elérhető a patikákban. Most mindjárt be fogjuk mutatni, hogy ha bátrabb vagy, akkor nyugodtan ragaszd le teljesen keresztbe a szádat. Mint ahogy azt kerül is látjátok. Azonban, hogyha nem vagy ennyire bátor, látod, nem fáj egyébként, csak eljátszok. Ha nem vagy ennyire bátor, akkor elég, hogyha csak keresztbe rakod le a szádat, és akkor nem fogsz attól rettegni, hogy megfulladnál. Ragasztja. De hidd el, hogyha esetleg köhögnél, vagy habciznál éjszaka, nem fogsz megfulladni, mert van annyi reflexed, hogy le tudni éjszaka alvás közben is a tapasztalat. Köszönjük a bemutatót! Továbbá bemutatjuk majd a következő videónkban, hogy miért használunk mobilizációkat, miért fontos, hogy mobilizáljuk edzések közben a testünket. Ugye a tenzegritás elméletét használjuk alapul. Ugye minden össze van kötve mindennel. Ahogy a Tamara dolgozik ezzel a kis tenzegritás modellel, láthatjuk, hogy vannak ugye csontos struktúrák, ezek a pici merev részek, illetve vannak a lazább, nyúló, megrövidülő és megnyúló részek. Ugye ezek képzik le az ízületeinket, illetve a csontok kapcsolatát. Viszont ha van egy olyan adott szakasz a testednek, ahol megrövidülés van, tekintve az izmokat, az kihatással lesz a tested bármelyik másik pontjára. Lazítsd el. Tehát ha van itt mondjuk egy megrövidülésünk, akkor az az ellenoldali részeken meg fog jelenni, méghozzá egy negatív hatással. A következő videónkban ezekről is szó fog esni. Ha tetszett a videónk, továbbra is kövessetek minket. Próbálunk minél több olyan trükköt megmutatni nektek, amivel könnyebbé tudjátok tenni a hétköznapokat. Köszönjük a figyelmeteket!
Sziasztok! Sziasztok!